benneteket elkísérő tanárok, nagy öröm a mai nap számunkra, hogy elfogadtátok és felkészültetek erre a térségi vetélkedőre. Én az iskola nevében nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Köszönöm a nagy felkészülési munkátokat, és még mielőtt elkezdenénk a versenyt, szeretném megkérni községünknek, Tarjánnak polgármesterét, hogy köszöntsön benneteket. Nagyon sok szeretettel benneteket, Tarján községünk kormányzata nevében. Köszöntöm a pedagógusokat, felkészítő tanárokat, akik elkísértek benneteket. 170 évvel ezelőtt volt az 1848-as szabadságharc, március 15-én nem olyan rég ünnepeltük, és ennek az alkalmából ez a komplex verseny a megrendezésre kerül, ahol látom, hogy itt már a transzparenseken voltak azért előkészületek, voltak előkészítő munkák, különböző térképek felrajzolva, látom a terepasztal is van az asztalon, korhű ruhába beöltözve, sisakkal is megjelentetek. Nagyon nagy örömmel adunk otthon minden ilyen versenynek, hiszen a történelemnek, az akkori irodalomnak, az akkori kultúrának a megismerése, a tudása, a továbbadása az egy nagyon fontos feladat. Azok a hősök, akik annak idején a szabadságért harcoltak, azok hősök voltak, hőstettet hajtottak végre. Igaz, hogy 49-ben aztán levelésre került a szabadságharc, de az emléket örökké őriznünk kell. Őriznünk kell úgy is, hogy ezt nektek, mi, idősebb generáció már továbbadtuk, és ti emlékeitekben rögzül majd, és ti is tovább fogjátok adni. Én örülök annak is, hogy 9 csapat vesz részt ezen a mai vetélkedőn, hiszen az azért egy szép számú csapat. Ugyanúgy harcolni fogtok egymással, valaki győzni fog. De teljesen mindegy, ki lesz az első, ki lesz a második. A lényeg az, hogy ez egy verseny, itt nincs vesztes. Itt mindenki úgy fog majd elmenni innen, hogy egymástól különböző információkat fogtok kapni, különböző szinten rendelkező tudást fogtok elsajátítani, és ezt majd, amikor visszamentek az osztályotokba, az iskolátokba, akkor én úgy gondolom, hogy tovább fogjátok adni. Én kívánok mindannyiótoknak a mai napra egy jó vetélkedést, jó versenyt, és méltó megünneplését a 170 éves évfordulónak. Mindenkinek jó egészséget kívánok, meg még egyszer jó vetélkedést. Én is nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket ezen a versenyen, és nagyon köszönjük az eddigi munkátokat, felkészüléseteket, mindannyian méltók vagytok arra, hogy erre a versenyre bekerüljetek, és most itt két fordulóban fogjuk folytatni a viadalt. Először is szeretném bemutatni a zsűrinek a tagjait. A zsűri elnöke dr. Árendásné Gyuri Katalin, mellette balról történelem tanárnénénk, nyugdíjas történelem tanárnénénk, Kazi Mária. És jobbról pedig a József Attila megyei és városi könyvtár képviseletében Fábián Ildikó. A polgármester úrnak is, és a felkészítő tanároknak, a segítő kollégáknak, a Falu TV-nek és mindenkinek, aki eljött ma erre a rendezvényre és segítette a munkánkat. Nagyon sok támogatást kaptunk. Csilla, hogyha tovább lépnél a következő diára, akkor szeretném elmondani, hogy ennek a versenynek az előzménye a tavalyi reformkori versenyünk volt. Akkor kértünk, vagy akkor kaptunk felkérést, hogy folytassuk ezt a vetélkedőt, és mivel 170. évfordulója van a szabadságharcnak, ezért ebben a témában hirdettük meg. Az első egy levelezős forduló volt, amit beküldtetek, és most pedig a helyszíni csapatversenyen vagyunk. A szponzoraink az önkormányzat mellett, amit már az igazgató néni elmondott, Hanni néni, a József Attila Városi és Megyei Könyvtár volt, mivel fogjátok kapni a könyvjutalmakat, illetve nem árulok zsákba macskát, az első helyezett e-book olvasóval fog hazatérni, illetve lehet, hogy majd csak az iskolába fogják megkapni, ugyanis a futárnál van éppen ez az ajándék, de meg fogják kapni. Ezen kívül a felkészítő tanároknak az Agora felajánlásával 18 darab tiszteletjegyet a tavaszi fesztiválra, illetve ilyen jutalmakkal térhetek majd haza. Ezen kívül természetesen támogatta a rendezvényünket a tankerületünk is, és a Jászai Mari Színházból is kaptunk tiszteletjegyeket.
Szeretném bemutatni a csapatokat. Esztergomból érkezte, itt egy betegség miatt egy szereplő változott, de azt majd át fogjuk írni. Köszönjük szépen. Második helyen a Pagányi Szentkészítőkosztályos csapata található. Mögöttetek ott vannak a tablók, amiket hoztatok, készítettetek. Köszönjük szépen. A huszárok, a hármasok, a huszár fiúk, úgy látom, az Árpád gimnáziumból üdvözlünk benneteket. Nemzetőrök négyes csapat, a és ők, akik terepasztalt és hoztak nekünk, köszönjük szépen. Ötös a sokói huszár leányok, tehát a huszár mellett huszár leányok vannak. Tessék megnézni, hogy milyen jól összehoztuk ezt a két csapatot egymás mellett. Köszönjük szépen. Szalagos a csapat, a hajjáló 7. osztályos csapat. A következő a Toborzók 4.0 csapata. A Dózsa György sportiskolából. A 8. csapat, köszönjük szépen, a forgató csapata, szintén az Árpád gimnáziumból. És a történt észek csapat, a kiállítási végül, de nem utolsó sorban, ők érkeztek meg legelőször, a Dózsa Kerti Váci Mihály Árpád iskolából. Üdvözlöm benneteket, és köszönjük szépen, mehetünk tovább. És az első fordulót tudjátok, egy katonatoborzót készítettetek, volt egy betűrácsos rejtvény, képek, festmények felismerése és a szabadságharc vértanúi. Összesen ennyi pontot lehetett rá kapni. Nézzük meg az eredményt, hol állunk most. Összesen 300 pontot pontokkal összegyűjteni két fordulóban. 11 óra körül tervezzük a szünetet, tehát amikor majd összesítjük az első etapnak az eredményét, és akkor utána még gyűjthettek pontokat, hogy a 300 pont az még messze van, úgyhogy hajrá mindenkinek, jó versenyzést kívánok. Csilla néni majd folyamatosan frissíti az eredményeket, és akkor így haladunk tovább. Akkor nézzük a mostani fordulókat, jó? Az első egy órás vagy 50 perces részünkben be fogtok mutatkozni, jó? Minden csapat mondja el a katonatoborzóját, mert mi igaz, hogy már azt lefontoztuk, de szeretném, hogyha a többiek is hallanák, mert annyira nagyon jó toborzó szövegek születtek. Tehát vedd elő, már ezt mondtam a csapatoknak, ahogy érkeztetek, vedd elő a toborzó beszédet, egy valaki a csapatból hívjon bennünket katonára. A második feladat volt, ugye a huszárruházat megjelenítése. A földben néztek, a díszleten nagyon sok szép huszár sapkát látunk már, ruházatot is, és ezt fogjátok bemutatni. Valaki tablóban mutatták ezre, valaki elhozták a ruhákat. Ezen a részben mondja el az a versenyző, aki megtanulta a nemzetőrdal, szavalja el nekünk 10 pontért, mint látjátok. Utána mutassátok be a szabadságharcos hadjáratokat és a zászlózokat. Erre az egész etapra minden csapat 5 percet fog kapni. Engedjétek meg, hogy bemutassam Almási Liliánát, aki ennek az ünnepnek, ennek az eseménynek egy nagyon szép és nagyon fontos és mindenkinek ismert jelentős versét elszavarja nektek. Petőfi Sándor, Nemzeti Dal. Talpra magyar, hi a haza. Itt az idő most, vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, választhatok. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig. Kárhozottak ősapáink. Kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai vitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard. És mi mégis láncot hordunk? Ide veled, régi kardunk! A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz. Méltó régi nagy híréhez.
mit rákentek a századok? Lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink levonulnak. És áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Honfitársaim, Esztergom büszke népe, azért jöttem ma közétek, hogy a hajdan elért sikereinket megvédjük. A hazának minden segítségre szüksége van, és bennetek, tisztelt nemzetem büszke népe, bennetek van a haza ereje, hisz együtt ki tudjuk vívni a szabadságunkat. Minden ember számára a hazája a legfontosabb. Ha elveszítjük, az olyan, mintha a szüleinket veszítenénk el. Nem tétlenkedhetünk. Mindent meg kell tenni a nemes cél érdekében. Ha a hazát megvédjük, az utódaink békességben élhetnek majd. Minden embernek fontos a gyerekei, unokái boldogsága. Most Magyarországnak egy erős, ütőképes hadseregre van szüksége, ami a ti segítségetek nélkül nem tud létrejönni. Történelmünk során többször is volt rá példa, hogy mi magyarok összefogtunk és győzni tudtunk. Gondoljunk csak vissza 1456-ra a nándorfehérvári csatára. Így hát büszke nemzetem, induljunk együtt, mutassuk meg, hogy mi is vagyunk olyan jók, mint elődeink, és védjük meg a hazát. Most itt, honfitársaim, esküt teszek, hogy hazámat védeni és segíteni fogom. Magyarország lesz mindig a legfontosabb számomra, és mindig a szabadságért fogok küzdeni. Esküszöm az Istennek, és drága nemzetem, ti is tegyétek ugyanezt, hogy együtt győzni fogunk. Gyertek velem katonának! Biztos mindenkinek eszébe jut, miért jöjjön katonának. Erre a kérdésre a válasz, mert meg kell védenünk a hazát. Az utókor büszkén fog ránk emlékezni. Mindent meg kell tennünk, drága hazánkért. Nem maradhatok otthon tétlenül. Álljatok be ti is katonának! A vezérszavaik legyenek, éljen a magyar szabadság, éljen a haza! Akkor Esztergomból érkeztünk, a Babics Mihály Általános Iskolából. Elég hadjáratra készítettünk térképet. Az első harc csúcsánál történt december 18-án, ahol a magyar sereg győzelmet aratott. A következő csata Kolozsvárnál történt december 25-én, ahol szintén magyar győzelem született. Majd Marosvásárhelyen január 13-án és Gátalván január 17-én szintén a magyarok győzni tudtak. A következő csata Nagyszebennél történt január 21-én, ahol az osztrákok végeztek győzelemmel, majd Vízaknál szintén ugyanezt történt. Piskinél már újra tudott győzni Bem csapata február 9-én. Medgyesnél március 2-án az osztrákok győztek, és az utolsó csata Nagyszebennél történt március 11-én, ahol szintén a magyarok győztek, és felszabadult Erdély. A húsvára tizet legláthatóbb azonosítója az a csákó. A csákon többféle díszítés található, például csákorózsa, forgó, kokárda, eső esetére csákóhúzat. A csákó belsejében abroncs merevítő található, amelyek a karcsapásoktól védenek. A huszárok ingert, illetve nyakkendőt voltak. A dolmány díszes öltözet, ez rangtól függően, hogy milyen gombok vannak rajta, illetve milyen falakból készült. A zeke az kevésbé díszes, inkább ilyen hagyományosabb öltözet. A mente az téli kabát a dolmányra vették föl. Bárányból készült, 4 cm-re hosszabb a dolmánynál. Feketével szegélyezett,
a cseplék, az másolva szíj, kard és tartsoltatására szolgált. A csepléket tartotta a kösöntyű, azaz ő. A tarsolj, a táskát abba tartották a személyes dolgaikat, például dohányt, pipát, kést, ilyeneket. A karcalag, az a kardot díszítő, bőrből készült, bolyban végződő markolaci, szűk nadrágot voltak, gyönyörű szépen volt hímezve, köpenyt az eső esetére vették föl a dolmányra, illetve a mentére, a taléjú sarkantyús marha bőrcsizma, azon belül volt a kapcsolony, amellett a lábukra tekerhettek, így nem sérthették fel a lábukat. A csizmán kívül volt a sarkantyú, amelyeket a lovak ösztönzésére, illetve a szótfogadására ösztönözték. Mi a szó csak rövidet, mert még a verset is. A zászló tele van szimbólumokkal, a fehér a Gerlinger, tagjaim pedig én, tehát Kinga, Prima, Krisztina, Stein, Rebeka és Német József Béla. Hát mi? Igen. Csapatnőm pedig a Gentry. Hazafia, az egyetlen szent és dicső magyar haza nevében a nemzet hadba szólít minden igaz érzésű magyar ifjú, aki kész az életét is feláldozni a haza szabadságáért. Országunk sok megpróbáltatáson ment keresztül, és mindig képes volt talpra állni. Még a legnehezebb időben sem adtuk meg magunkat a hódító hatalmak elnyomásának. Ismét eljött az ideje, hogy összefogjunk és levegjük láncainkat. Vívjuk ki a magunk szabadságát, nemzetünk függetlenségét. Nem akarunk több hazánkban állomásozó császári csapatot. Idegen katonák ne küzdjenek a magyar hazáért. A magyar földet magyar embernek kell megóvnia az ellenségnek kezéktől. Hazánk fény, rátok van szükségünk. Összefogással elérhetjük, hogy egyszer s mindenkorra leszámolhassunk a császári hatalommal. A nép szava hangosabb ellenségei fegyvereinél. Lakadjunk hát kardot, mutassuk meg büszkén a hatalmunknak, félelmet nem ismerve készek vagyunk vérünket és életünket áldozni a hazáért. Pajtársim, ne féljetek hát, annak nincs itt helye. Álljatok be katonának, hogy megvédhessétek országunkat. Egy az Isten, egy a nemzet. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Huszárruhát tabló formájában jelenítettük meg. A hunyadi huszárok nem zsinóros huszárövetezetet hordtak, hanem pörgök alapot és ikkegongoktól díszített Viktória dolmány kiseltek, fegyverük a karikás ostor volt. Rózsa Sándor vezetésével összegyűlt mintegy 100 legény, és önként hoztak lovat és fegyvert is magukkal. Fegyverzetű puszárkard, két-két pisztoly és a puszár félre jellemző elmaradhatatlan karikás a végén urokomval díszített dolmány. Rózsa Sándornak a rendes fegyverzeten kívül még egy négy csőrű karabélya is volt, amelyet szegedi puskárhűves készített számára. Az ászlónkat fehér papírra készítettük, ráragasztottuk a mintákat, amik magyar színekben tudakolnak. Középen a Kossuth címmel látható. Az érdekesség ennek az ászlónak, hogy pontosan ilyen zászlóval vonultak a szabadságharcosok harcba. Mi is az erdélyi hadműveletet akartuk megjeleníteni, sajnos idefele mellett a szél elfújta, úgyhogy csak egy vázlatunk van róla, de reméljük, hogy ez nem nagy probléma. Az erdélyi hadműveletre 1848. november 29-én kérdezte a Kossuth Bence tábornokot, hogy legyen a erdélyi visszavételi seregnek a főparancsnoka. Az egész december 2-én Csucsáról indult, ahol Bence összeszervezte a hadsereget, a 3000 fő seregből hamar 12.000-es fő lett. December 23-án Désnél magyar győzelmet arattak az osztrák sereg felett, majd Kolozsvárra visszafordultak, ezennel december 25-én. Lakadjunk hát kardot, mutassuk meg büszkén a hatalomnak, félelmet nem ismerve készek vagyunk vérünket és életünket áldozni a hazáért. Pajtársim, ne féljetek hát, annak nincs itt helye.
Álljatok be katonának, hogy megvédhessétek országunkat. Egy az Isten, egy a nemzet. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Huszárruhát tablóformájában jelenítettük meg. A Hunyadi huszárok nem zsinóros huszárövetezetet hordtak, hanem pörgekalapot és pitkegombokkal díszített Viktória dolmán kiseltek. Fegyverük a karikás ostor volt. Rózsa Sándor vezetésével összegyűlt mintegy 100 legény, és önként hoztak lovat és fegyvert is magukkal. Fegyverzetük huszárkard, két-két pisztoly és a huszárfélre jellemző elmaradhatatlan karikás a végén urókomval díszített dolmány. Rózsa Sándornak a rendes fegyverzeten kívül még egy négy csőrű karabélya is volt, amelyet szegedi puskárhűves készített számára. Az ászlónkat fehér papírra készítettük, ráragasztottuk a mintákat, amik magyar színekben indokolnak. Középen a Kossuth címmel látható. Az érdekessége ennek az ászlónak, hogy pontosan ilyen zászlóval vonultak a szabadságharcosok harcba. Mi is az erdélyi hadműveletet akartuk megjeleníteni, sajnos idefel emelett a szél elfújta, úgyhogy csak egy vázlatunk van róla, de reméljük, hogy ez nem nagy probléma. Az erdélyi hadműveletre 1648. november 29-én kérte fel Kossuth Bence tábornokot, hogy legyen a erdélyi visszavételi seregnek a főparancsnoka. Az egész december 7-én Csucsáról indult, ahol Bence összeszervezte a hadsereget, a 3000 fő seregből hamar 12.000-es főbe. December 23-án Désnél magyar győzelmet arattak az osztrák sereg felett, majd Kolozsvárra visszafordultak, ezennel december 25-én visszavették a várost. Urbán seregeik pedig a burgói hágónál, Bukovinába sikerült eltávolítani, így Észak-Erdély mondhatjuk felszabadult. Egy déli kanyarral Marosvásárhelyre mentek, január 13-án, amit szintén sikerült felszabadítaniuk. Gránfalvány már 17-én küzdöttek meg, szintén magyar győzelemmel. Aztán végül Nagyszeben tévedtek, január 21-én, ahol sajnos magyar veszteség történt. Tovább bízatnám, február 4-én szintén 4 napig tartó véres küzdelem zajlott. Két napig tudták magukat tartani a magyarok, de végül az osztrákok erős hadereje meg visszavonásra kényszerítette őket. Egészen Désig voltak vissza, onnantól pedig Piskinél február 9-én küzdöttek meg. Nagyjából 10 óra leforgással az magyar győzelem szöveget is ismételtem. A császáriak Nagyszeben vonultak vissza, belmék pedig Megyes irányába. Segesvárnál akartak megküzdeni velük az osztrákok, azonban bent felismert élőben haditechnikájukat, így Nagyszebenben március 11-én Betlen Gergely seregének segítségével véglegesen visszafoglalták egész Erdélyt. Nemzetődal. Süvegemen nemzeti színű rózsa, ajakamon édes babám csókja. Ne félj babám, nem megyek világra, nemzetemnek vagyok katonája. Nem keresek engemet kötéllel, zászló alá magam csaptam én fel. Szülőanyám, te szép Magyarország, hogy ne lennék volt igaz hozzád? Nem is adtam lelkemet érve, még garajcár úgyse sokat érne. Van nekem még 5-6 garajcárom, azt is, ha kell, hazámnak ajánlom. Fölnyergelem szürke palipámat, fegyveremre senki se ad számot. Senki és sem igaz keresményem, azt vegye hát el valaki tőlem. Olyan macsra lábam sem illentem, hogy azt bántsam, aki nem bánt engem. De a szabadságért egy ízni, talpon állok, mint haláli bíni. Először is Csúcsán Bem háromszorosára növelte hadseregének létszámát december 7-én. Utána Kolozsvárra mentek, ahol december 25-én levették a várost. Urbán seregét egészen a borgói hágóig öldözték, ahol Bukovinába kergették őket. Egy éles kanyarral délfelé vették az irányt, ahol január 13-án Marosvásárhelyet bevették. Gálfalván január 17-én szintén volt egy magyar győzelem. Utána Nagyszeben felé vették az irányt, ahol január 21-én vereséget szenvedtek.
Izaknál már február 4-én szintén. Utána délben 7000 fő csatlakozott a magyar sereghez. Piski felé vették az irányt, ahol magyar győzelem született, február 9-én. Segesvárt beszerették volna venni, Megyesen keresztül Puchner seregek délről körbe akarta menni a magyar sereget. Ezt fel megtudta és nagy szerelem felé vette az irányt. Március 11-én megkezdődött a csata, és Petten Gergely zászlóval segítségével bevették a várost. Az a nagy komoly védelmet biztosított a huszárok számára. Néhányan, és hát nem néhányan, hanem fém szálakat is vartak a dolmányukba, hogy jobban megvédjék a karcsapásoktól. A fejükön díszekkel, ramjelzésekkel és címerekkel ékesített csákot viseltek, amelyet bőrszíjjal rögzítettek az álluk alatt. A dormányuk és a nadrágok posztóból készült, huszárezredenként eltérő színű volt. A lovak hátára sebrakot, vagyis lótakarót terítettek, amin először császári felséggel, aztán a magyar címer foglalt helyet. Üvegemen nemzet szín rózsa, aljakamon édes bogám csókja. Ne félj babám, nem megyek világra, nemzetemnek vagyok katonája. Nem kerestek engemet kötéllel, zászló alá magam csaptam én fel. Szülőanyám, te szép Magyarország, hogy ne lennék holtig igaz hozzád? Nem is adtam a lelkemet vérbe, négy garajcár úgyse sokat érnek. Van még nekem 5-6 garajcárom, azt is, ha kell, hazámnak ajánlom. Fölnyergelem szürke palikámat, fegyveremesen kisek ad számot. Senki sem igaz keresményem, azt vegye hát el valaki tőlem. Olyan marsra lábam se billentem, hogy azt bántsam, aki nem bánt engem. De a szabadságért, ha egy ízni, talpon állok, mint halálig bíni. A magyar címer foglal főként a zászlókon helyet, és a nemzet címeibe fontázik. Nekünk a Dózsa-Kerti Váci Mihály általános iskolában csapatunknak a történészek, és a csapatunk tagjai Balogh Gábor, Petit Áron, Jászkos Kevin és én, Bozsocsán. Talpra magyar, pivérim, bajtársai, most a nép nevében szólok hozzátok. Balsos kerülgette eddig szeretett országunkat, de ezt a nép nem hagyhatja. Ki kell vívnunk, hogy saját magunk urai legyünk. Ne tűrjük a megaláztatást, fegyvert a kézbe. A magyar nemzet nem lehet odjába, hogy védtelenül haloljon meg a gyilkosok előtt. Álljunk ki a hazáért. A ti fiaitokat, testvéreiteket elvitték katonának. Fizettétek az adókat, és cserébe nem kaptatok más, csak szenvedést. Szegény magyar hazánk ínség, nyomorúság, szolgaság tanyájává lett. Tarts velem szabadságunk kivívásáért. Egyek vagyunk. Kossuth László, farkas fogakkal szélén, ami a nemzet színeit jelenti. Honfitársaim, magyarok, veszélyben a haza. Nehezen kivívott függetlenségünket, áldott hitszerők akarják venni tőlünk. El akarják venni tőlünk. Ferenc József császárnak van egy veszélyes terve, miszerint kivívott jogainkat idegenek képálnak meg. Ne hagyjuk, állítjuk meg Bécset. Oda vethetjük büszkeségünket a császár is a skarmai közé? Nem. Én esküszöm az élő Istenre, hogy hazánk szabadságából jottányit sem engedek. Testvéreim! A nemzet sorsa a ti kezetekben van. Most kell választani szabadság és szolgaság között. Ne feledjük hőseinket, kik mindig a szabadságot választották, és ha kellett, fegyvert ragadtak édes hazánk oltalmára. Hozzunk tehát áldozatot a haza szent oltárán, ha kell, vérünkkel védjük meg Szent István országát. Hiszem, hogyha mi összefogunk, senki sem állíthat meg bennünket. Fegyverbe hát, miénk lesz a győzelem? Budaváros Roma 1849. május 4-e és 21-e között volt. A tavaszi hadjárat során, Komárom felmentése után,
Buda ostroma tűnt a szabadságharc egyik legkönnyebb győzelmének. A vár alá felvonuló magyar csapatok a következőképp helyezkedtek el. A Kmeti hadosztály a Vízivároson volt. Knézics Károly harmadik hadteste a Kálvária-hegy és a Kisváb-hegy között. Nagycsendőr József első hadteste a Kisváb-hegy és a Kisgellért-hegy között. Aulik Lajos harmadik hadteste pedig a Kisgellért és a Duna között. Görgei felszólította a védőket a megadásra és becsületes hadifogságot kínált cserébe, hogyha Henci a várkapitány lövetné Pestet, akkor ne számítson kegyelemre, ezt mondta Görgei, végül is később Henci lövette Pestet. Az első támadás kudarcot hozott, így nem volt esélye a vár gyors bevételére. A történtek után rendszeresek voltak az összecsapások, és május 5-én Kmeti kísérlete a vár elfoglalására kudarcba fulladt. Május 16-án az ostromlövegek, amelyeket Komáromból hozattak, megkezdték a falak lövését, és sikerült rést ütniük rajta. Május 17-éről 18-ára villadó éjjel szintén eredménytelenül erőszakos felderítést rendelt el Görgei. A kudarc után éjjelente 4-4 század nyugtalanította a védőket. A döntő rohan május 21-én hajnali 3 órakor indult, miután valamennyi lövegőztetet adott a várra, így egy nagyobb rés keletkezett. A támadás nehezen indult, de később a magyarok sikerrel behatoltak a várba. Miután elfoglalták a Kikopieri zászló ajvédte várkeretet és erősítést kaptak, az olasz zsoldos katonák azonnal megadták magukat. A győztes zászlót Püspöki Grácián honvéd hadnagy tűzte ki. Magyar halottak 368, sebesültek 700, osztrák halottak 710 katona és hadifoglyok 4200-an voltak. A magyar vezetők Görgei Artur és Kmeti György volt, az osztrák vezető pedig Henrik Heinzi, aki később meghalt. A vár visszavétele fordulópontnak bizonyult, Ferenczi József ezen a napon állapodott meg első Miklós orosz cárral 200 ezer katona magyarországi bevetéséről. A csákó formáját keskeny és vékony falakocskákból hordószerűen összeállított vázatta, a vázat pedig osztókból készült bevonat borította. A csákó szemernyőjét aranyhímzés, az illesztéseknél pedig aranyzsinór díszítette. A csákó alsó pereméhez rohamszíj csatlakozott. A dolmány, a mellen 3 függőleges gomsor húzódott, a gomsorokat vízszintesen futó zsinórzat kötötte össze. A dolmány és a gombok színe szerint ezüst vagy aranyszínű lehetett, a zsinórsorok között pedig sújtás futott. A nadrág, szűk nadrág volt, ami feszesen a lábszárhoz simult. A nadrág hasítékot posztólap vette, amelynek oldalszíneit kapcsokkal erősítették a nadrághoz. A szegélyeket sárga és fekete zsinór keretezte. A nadrág oldalvarrását sújtások is érték. A csizma az egy fekete taréjos sarkantús, szárán fekete zsinórral szegélyezett csizma volt. Köszönjük szépen! Zászlónk egy szabadságharcos zászló. Saját készítésű? Igen. A trónfosztás után keletkezett, mivel nincs rajta a Szent Korona, és farkasfogas motívum készíti, ami egyenlő szárú háromszögű piros és zöld váltakozása. És ezeken a színeknek különféle jelentésük van, például a piros az az erő, a fehér az a hűség, és a zöld az a remény. Az Ötödvágyai Nemzeti Örök csapatát, mi a Kodály Zoltán általános iskolából jöttünk, a csapatunk tagjai Papp Kitti, Tóth Balázs, Radovics Martin és én Hajdás Ferdi Kolos. Szeretjük a történelmet és az irodalmat. Felkészítő szanáraink Langner Kornélia és Belé Márta, és jó versenyzést kívánok mindenkinek! Társaim, kik most itt vagytok, halljátok meg szavam, összegyűltünk szép számmal, hát szóra nyitom ajkam. 1848-at írunk ezen évben, szólnokatom éppen ezért ezen évhez mérem. Sok ifjú állt a haza szolgálatába, szíves lelket tettek a védelem zálogába. Tartsatok hát velem, hogy őket kövessük, a hazáért tett szolgálatot soha megnövessük. Gyertek velünk, hogy együtt védjük a magyar zászlót, dicső célért harcolni, költök se találtak el megfelelő szót.
ki velünk tart, s hű emberek kitartó katonája hazánknak, évek múltán is megemlekedik majd nevét, még 48 sok más alakjának. Petőfi Sándor, aki félelmet nem merve talpra kiáltotta a magyar embert. Széchenyi és Kossuth szolnoklatunk hallatán a szem könyv nélkül maradni nem mert. Deák Ferenc, ki nem volt más, mint a haza bölcse, szinte látom, hogy tollat ragad, hogy gondolatait szavak bölcse. Bátor Jogi Tézek, szép magyar Leventék, ti voltatok azok, rendhetetlen veselényék. Árvízi hajósként neveztek, kik féltek, hogy áldották neved. Töretlénnével formáltad magadban a magyar nevet. Nemzetőrök, akik hazánkat oly nagy hívvel vérték, kedveseiteket a visszatéréshez a Jóisten kérték. A napsugarak forró áhíttal törték át a romanságot, figyelemmel kísérték a rengeteg imádságot. És mikor villámok szólt felhők lették el a napot holdat, csendben síva búcsúztattátok a sok szent holdat. Ám a reggeli új fát eljött, ti pedig nem csüggettetek, rángoló hazaszeretettel felfegyverkeztetek. Úgy indultatok útnak a szolgálatba, hogy meghozzátok az örök békét is hazánkba. Mindki ezen hősök emlékét tisztelik, s a dicső célért a veszélyt nem sem fértik. Fegyvert fog, meg lehet karcó vagy a pálúttól, az eszköz révén a cél a szívekig hatol. Így mondanak majd szép meséket unokáik rólunk, miként éltünk, szerettünk, miként harcoltunk és haltunk. Arany János, nemzetőrdal. Süvegemen nemzeti szín rózsa, ajakomon édesbabám csókja. Ne félj babám, nem megyek világra, nemzetemnek vagyok katonája. Nem keresek engem kötéllel. Mente, arany, szegélyekkel, és egy nem annyira korhű, meg valósághű csákó. Itt láthatni megint a nem annyira korhű magyar címert. Hát mit mondhatnék erről, van itt egy ilyen csizma utánzat. Nekik nem utánzat volt, meg normális csizmáik, mert volt, hogy futott rá a hadseregnek. Ez igazából tartozik, az sajnos most nincs itt, hogy volt hozzá egy öv, az egy kar. Egyéb rangokban még trombita is volt, meg pisztoly, de ez hozzátartozott a ranghoz. Hát, mondhatnék a kitüntetések. Közlegény vagyok még sajnos. Köszönjük szépen! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki most eljött erre a sajtótájékoztatóra. Igazából, amiről ma ezen a sajtótájékoztatón szó lesz, az a Német Nemzetiségi Iskola topos pályázatnak az előrehaladása. Szeretettel köszöntöm dr. Völner Pál országgyűlési képviselő urat,
parlamenti államtitkát, igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkárát, kettes választókerület elnökét, Komárom Esztergom megyei fejlesztésekért felelőst. Köszöntöm Popovics Györgyulat, a Komárom Esztergom megyei közülős elnökét, pedagógusokat, sajtóképviselőit. Ugye, mint már említette, ez a sajtótájékoztató ma a Szálltás iskolának a topos pályázatáról fog szólni. Ez a top 3.2.1 kötője 15-ös pályázat, aminek lassan a végére érünk. Az épületnek az energetikai felújítása szerepel ebben túlnyomó részben, amikor a pályázatot megírtuk, akkor már tudtuk, hogy ennél egy kicsit több lesz, hiszen fél megoldásokat nem tudunk csinálni, és a hozzátartozó egyéb munkátokat is el kell végezni. Két olyan épület együttesről beszélünk, amiből az A épület, ahol jelen pillanatban vagyunk, 1952-ben épült, és nagyon sok felújítás nem történt ez alatt a jó pár év alatt, a mai napjaikig. A másik épület a B épület, amit 1986-ban építettünk, és arra azért volt szükség az 1986-ban, mert a maival szemben, ha jól emlékszem, és a panelon nézek, 220 gyerek jár ma az iskolába, 238 gyerek jár ma ide az iskolába, akkor 430 gyerek járt az iskolába, és ugye kicsi volt az A épület, és mindenféleképpen szükség volt a B épületnek a megépítésére. Az idő az eljárt, és én még visszaemlékszem arra, hogy amikor 1986-ban az építészet üzemnél dolgoztam, és Majtán Józsi bácsi, mint az építészi tüzemnek az igazgatója, azt mondta, hogy akkor Ernő maga kiment Tarjánba, és lekoordinálja a B-épületnek a felépítését. Nem gondoltam akkor még, több mint 30 évvel ezelőtt, hogy ezt a felújítás is rám fog várni. És azokat a technikai eszközöket, amiket akkor felraktunk az épületre, most a lámpákat, a fűtést, meg az egyebet, ami akkor modernnek számított, az ma már azért eléggé eladónak tűnt, és le kell cserélni. 2016-ban volt egy olyan lehetőség, hogy beadjunk topos pályázatot az iskola felújítására, aminek a túlnyomó része az energetikai felújítás, mint ahogy mondtam már. 2017. április 12-én kaptunk egy támogatói határozatot, ami arról szólt, hogy 118.838.974 forinttal támogatják az iskola felújítását. Ennek nagyon megörültünk, de tudtuk már akkor is, hogy az összeg kevés lesz, tehát mindenféleképpen az önkormányzatnak kell önerőt képezni ahhoz, hogy az elképzelésüket megvalósítsuk. Aztán majd utána még jött hozzá egy másik összeg. Az önerő az 30 millió forint volt, úgy gondoltuk, hogy annyi elég lesz ahhoz, hogy kipótoljuk a pályázati összeget, és hogy ez lenni szokott menet közben egy felújításnál, azért derültek ki olyan dolgok, amiket még meg kellett valósítani, meg ugye az energetikai pályázatokban nem fér bele sok minden, nem fér bele többek között a festés belső nyílászáróknak a cseréje, hiszen az nem megtakarítást eredményez, hanem az egy esztétikai megoldás. Ezért sikerült még a LIT-től, az intézmény fenntartótól is 15 millió forint támogatást kapnunk. A közbeszerzést 2017. júniusában elindítottuk. Igyekeztünk vele, hogy minél előbb el tudjuk kezdeni a beruházást, hiszen azt is tudtuk, hogy iskoláról beszélünk, azt is tudtuk, hogy nyári szünet van, azt is tudtuk, hogy szeptember 1-én el kell kezdeni a tanítást, és egy nagyon kemény és határozott tempót kell diktálni ahhoz, hogy itt a tanítás elsőjével, szeptember 1-ével el tudjon indulni. A közbeszerzés lefolytatása során a kivitelezők kiválasztásra kerültek, az építési munkákkal a Straubinger Kft-t tudtuk megbízni, villanyszereléssel a Szabó Ferenc egyéni vállalkozót, fűtésszereléssel a Rizing Istvánt, egyéni vállalkozót és a napelemeknek a elhelyezésével, meg a Best Solar Kft-t, és Szentendrei telephelyű cég. Megkezdődtek a kivitelezési munkák, mint mondtam, a nyári szünetben, és eljutottunk szeptemberben, szeptember 1-ére, vagy egy héttel szeptember 1-ére abban az állapotban, hogy már a tanítás biztosított volt, tehát láttuk azt, hogy szeptember 1-én nyugodtan lehet tanulni az iskolában. Olyan állapotokat tudtunk teremteni, ami kötelező, érvényű volt. Világítással készen voltunk, a fűtésrendszer készen volt,
a nyílászárok kicserélésre kerültek, a hőszigetelés felkerült a falakra. Így el tudtuk kezdeni a tanítást. Viszont azt is tudtuk, hogy ez a 2017-2018-as tanév azért nem lesz olyan egyszerű tanév, hiszen a munkálatokat folytattunk el tovább. És itt szeretném már most még egyszer megköszönni a pedagógusoknak, meg a diákoknak a türelmét, hiszen nagyon sok olyan belső munkálat folytatódott, ami azért zavarta valamennyire a tanítást, de én bízom abban, hogy a 7.-8. osztályos tanulók, akik pályaválasztás előtt vannak, azért azért kaptak kedvet arra, hogy egy-két szakmát megismerve, majd a későbbiekben tudjanak könnyebben dönteni, hogy hogy föltetják az életüket. Pályázati összegből, ami, mint mondtam, 118 millió, 838 ezer volt, abból igazából 112 millió forint volt az, ami kimondottan a kivitelezésre fordítódott. 6 millió forint nagyságrendben volt az, ami egyéb költség volt, tehát a közbeszerzési tanácsadótól kezdve a műszaki ellenőrökig, a különböző projektmenedzserekig, különböző tanulmányoknak a megírása, az kb. 6 millió forintot emésztett fel. Ebből a pályázati összegből valósult meg akkor a külső nyílászároknak a cseréje, fölkerült a falakra 14 cm hőszigetelés, teljes villamos hálózat került felújításra, ez azt jelenti, hogy mindenhol a legmodernebb technika került felszerelésre, amivel rengeteg energiát tudunk megtakarítani, teljes fűtés, korszerűsítés, teljes fűtési rendszer került átépítésre, illetve kiépítésre. Itt ugyancsak két dolog volt, az egyik az, hogy energiát takarítsunk meg, a másik meg az, hogy tisztességesen tudjuk fűteni a tantermeket, hiszen az előző, nem tudom, 30 éves fűtési rendszerünk, vagy 25-30 éve megépített fűtésrendszer, az már hagyott sok kívánivalót maga után. Voltak olyan tantermeink, ahol ha megszakadtunk, sem tudtunk 18 foknál többet előállítani. Most kiépítésre került egy olyan rendszer, hogy minden egyes tantermet külön tudunk szabályozni. Fölkerültek a legmodernebb turbos légkondenzációs kazánok. Minden tanteremben termosztát van, minden tanteremben lehet külön az óráknak megfelelően a hőmérsékleteket beállítani. Tegnapi nappal fejeződött be a napelemeknek az elhelyezése, röviden belül elindul a napsebe üzemelése, minden engedélyünk az EON-tól már megvan, tehát már csak annyi van, hogy az órát le kell cserélni, vagy át kell programozni. Önerős beruházás, amit beterveztünk már, az mellett, hogy a pályázat során, mivel ez egy egyéves időszak volt, látszott az, hogy közben nagyon elszabadultak az építőanyag árak. Egy jelentős áremelés történt, a építőiparban közel 30%-os áremelés történt, aminek egy részét be kellett vállalnunk önerőbe, a másik része meg itt az A-épületnek a tetőfelújítása, az esővíz csatornáknak a felszerelése, és mindenhol minden egyes tanterem, a folyosok mindenhol ármennyezettel lettek ellátva, amik sokkal esztétikusabbá tették a tantermeket. A B-épületnél örökös probléma volt az, hogy egy lakostetős épület volt, folyamatosan beázott, amikor esett egy kicsit az eső, akkor bent is esett az eső, nem csak kint. Ott úgy döntöttünk, hogy egy magas tető kerül a megépítésre, amivel el is készültünk a tél folyamán, és megoldódott a beázási probléma, persze ott is új esővíz elvezető csatornák kerültek elhelyezésre. Mint említettem az előbb, a Klik segítségével, és itt köszönöm államtitkár úrnak, meg Cunyi doktor Bertalan-nak a segítségét is, sikerült a belső nyílászárók cseréjéhez 5 millió forintot kapnunk, mert a régebbi képeket, ha megnézzük, akkor látjuk, hogy mi a különbség a kettő között. Nem tudom, hogy mikor voltak itt utoljára nyílászárok cseréve, de biztos, hogy 20 éves időszakot mondhatom nyugodtan, és kaptunk egy újabb 10 millió forintot az A-épületnek, a B-épületnek a teljes festésére. Ugye ez is egy olyan összeg, amit nem tudtunk energetikai pályázatba betenni, mert nincs olyan energia megtakarítás. Viszont egy ilyen nagy átalakításnál, egy ilyen nagy felújításnál óhatatlan az, hogy az épületet ki kell festeni. Így nagy segítség volt ez a 15 millió forint a két részéből is. Mi az, ami még hátra van ebből a beruházásból, és azt meg majd csak a 2018 évi nyári szünetben fogjuk megcsinálni. A folyosókon
a járó lapoknak a cseréje. 1967-ben kezdtem én az első osztályt, és ezeken a mozaik lapokon kezdtem én is, amik most vannak egyébként itt. Tehát azóta nem lettek ezek kicserélve, amire mondhatom nyugodtan azt, hogy jó minőségűek, hogy eddig bírták 50 évet, de én úgy gondolom, hogy most már megérett, mert hát maga az iskola esztétikájahoz most azért már illene a járólapokat is kicserélni, ezt viszont csak a nyári szünetben tudjuk megcsinálni, amikor nincsen tanítás az iskolában, és vannak elmaradt festési, mázolási munkák még, amit ugyancsak azért kell a nyári szünetre programoznunk, mert csak akkor tudjuk megcsinálni a könyvtárt, meg egyéb olyan helyiségek, amit folyamatosan használnak, akkor lesz szabad, akkor lesz üres, és akkor fogjuk tudni csinálni. A megtakarításokról, hogy az energetikai pályázat az mindig a megtakarításokról is szól, az mellett, hogy ugye az iskola esztétikailag is megújult, sokkal szebb lesz, sokkal szebb környezetben járhatnak a tanulók, remélem vigyáznak is majd rá, hiszen majd amikor ti már nem jártok az iskolába, azért mindig helyettetek valaki, és hogy szeretne jó körülmények között, szép körülmények között tanulni. Amit már biztosan tudunk megtakarításban, ez a fűtésszámlának a megtakarítása. 2017. október 1-ével indult el a fűtési szezon, akkor került fel az új gázóra nulla állással, és ugye pont most egyeztettem a Pannival valamelyik nap, 6 hónap elteltével, 2018. április 3-án olvastuk le, 8560 köbméter gázt fogyasztott el. Tehát ez azt jelenti, hogy havi 1500 köbméter gáz fogyasztása van a két épületnek, tehát kompletten az iskolának. Tudjuk az előző évi adatokat, az előző pár évi adatokat, havi 5500 köbméter. Tehát ez azt jelenti, hogy 75% a megtakarítás csak a gázban. Hogy mennyi a villamos energia megtakarítása, arra most nem tudok még gyakorlati adatokat mondani, de számítások alapján nulla lesz a villanyszámla. Ugye felkerült 20 kW, durván 20 kW napelem a tetőre, amit most fogunk beüzemelni, a lehető legjobb időben, mert most jönnek a napsütéses napok, most fog sokat termelni, és én úgy gondolom, hogy a legmodernebb technika lett beépítve, a fogyasztást jóval lecsökkentettük a régi lámpákhoz képest, felkerült a napelem, úgy gondolom, hogy a villanyszám az valahol a nulla közelében lesz. Azt elmondtam, hogy az mellett, hogy mennyi energiát takarítunk meg, az mellett, hogy az esztétikai hatás is teljesen más, sokkal szebb a kívül az iskola, sokkal szebb belül az iskola. A megtakarításoknak köszönhetően, amit ugye a zsebünkbe érzünk, azért nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy mivel csak a fűtésnél 75% megtakarításunk van, a villamos energia nulla lesz, a most sokat emlegetett üvegházhatásról, hiszen jóval kevesebb olyan gáz kibocsátás lesz a mi részünkről, mint ami eddig volt. Tehát a klímát, a környezetünket is ezzel sokkal jobban tudjuk védeni. Én szeretném megköszönni államtitkár úrnak segítséget, hiszen nélküle ez a pályázat nehezen valósult volna meg. Szeretném megköszönni Popovics Györgynek is a segítségét, hiszen ő volt a felelős azért, hogy Komárom-Esztergom megyében típus pályázatokat koordinálja, és lehetőleg minden településre valamilyen fejlesztést tudjon kerülni. Én azt hiszem, hogy az, aki az óvodába, illetve az iskolába fektet be, az a jövőjét építi. Olyan körülmények közé kell az óvodás gyerekeket és az iskolás gyerekeket is elhelyezni, hogy legyen kedvük tanulni, tudjanak előrébb lépni. Az mellett, hogy ma ugye sajtótájékoztató van, és az iskoláról beszélünk, én azért szeretném megköszönni államtitkár úrnak azt is, hogy a szívén viseli karjának a sorsát. Nem ez az első projektünk, és én mondom, hogy az utolsó. Majd ő el fogja mondani, de én úgy érzem, hogy jól együtt tudunk működni. Sokat segít nekünk abban, hogy a tarjánia életkörülménye javuljon, hogy a település fejlődjön. Sokat próbálunk tenni azért, hogy a múltat se felejtsük. De mint ahogy mondani szokták, a jövőt megépítsük. Úgyhogy én bízom benne, hogy mi nagyon sok projektben együtt fogunk tudni dolgozni. Én kívánok még jó egy velük egészséget a munkához, meg az, hogy a következő években
és együtt tudjunk dolgozni, együtt tudjunk gondolkodni, együtt tudjuk fejleszteni a települést. Gyuri, neked is köszönöm szépen. Bokovics úrral is nagyon jó kapcsolatunk alapult ki, ő is félig a szívén viseli településünknek a sorsát, és majd biztos el fogja mondani, hogy most pályáztak keletében, hogy hogy szoktunk egyezkedni, és hova szoktunk eljutni. És nem lefel, hanem fölfele szokta segíteni mindig a támogatást. Nincs itt ugyan Szunyindi dr. Bertalan Judit, de az oktatás egy kicsit összefügg vele. Jó kapcsolatot ápolunk képviselőasszonnyal is, és hát ő is nagyon sokat tett azért, hogy eljussunk erre a szintre, hogy megújuljon a Tarján iskola, és ígéret megmaradom, hogy továbbra is segít minket. Úgyhogy én köszönöm szépen a pedagógusoknak is a türelmet, köszönöm a munkájukat, köszönöm a gyerekeknek is a türelmet, a tanulóknak is a türelmet, és 2018-19-es tanév már úgy fog kezdődni, hogy minden a helyén van, nem lesz zavaró körülmény, nem lesz mire hivatkozni, hanem tanulni kell. Köszönöm szépen! Te is 2010-ben. Hát hárman ülünk itt ennél az asztalnál. A jelenleg betöltött pozíciónkat mindannyian 2010-ben nyertük el, és gyakorlatilag azóta dolgozunk együtt azokért a célokért, amikből egy nagyon jelentős szerepük most megvalósul Tarjánban. Önnel ugye akkor lett képviselő, elnök polgármester, én pedig akkor lettem megyei elnök, de már ismertük egymást, tehát nem akkor ismerkedtünk meg. Egy biztos, hogy Tarjánban már előtte is sokat jártunk, lehet, hogy akkor csak szórakozni, szórakozás céljából nem, de azért a Schwabbálon rendszeresen megfordulunk mind a ketten, és tudjuk, hogy milyen központ itt ezen a területen Tarján. Külön öröm az, hogy nemzetiségi iskola, amelyről most beszélünk, a település is nemzetiségi, és hát ugye itt előtte beszélgettünk, hogy itt rendnek kell lenni, úgy kell lenni mindennek, ahogy elterveztük. Most komolyan terveztünk itt. Ugye 26 milliárd volt a megyei topos keret, ez rengeteg felé kellett osztani ezt a tortát. Nagyon sokat tárgyaltunk, polgármester úr ragaszkodott bizonyos tételekhez. Egyrészt ahhoz, hogy az iskola legyen, rendben, meg van egy 100 milliós vízrendezés projektünk, közös projektünk is, ami szintén nagyon jelentős. És mindig egyeztettünk mi hárman arról, hogy itt és a térségben milyen fejlesztések legyenek, és egyértelműen úgy gondoltuk, hogy Tarjánnak és a környező településeknek ez szolgálja legjobban az érdekét, hogyha ezt az iskolát ilyen módon felújítjuk. Senki nem hinné, hogy mennyire nehéz pályázat volt ez. Tehát az energiahatékonyságos pályázatokat megcsinálni, az a legnehezebb. Tarján ebben jól dolgozott, ha jól tudom, a mi területfejlesztési Kft-nk, de a Komárom-Esztergom megyei önkormányzat tulajdona azzal együtt készültek fel erre a pályázatra. Gyakorlatilag azt, nyúlva elektromos energia felhasználást, akkor már 90% körüli az energia megtakarítás, ami hát nagyon fontos. Mindenki tudja róla, hogy két dolog nagyon érdekel, az egyik a sport, a másik pedig a környezetvédelem. És itt ennek a mutatója, amit úgy hívnak csúnya idegen szó, hogy indikátor, az a széndioxid megtakarítás. Tehát amit itt mi úgy beszélünk, hogy radiátorcsere, meg kazáncsere, meg napelem felszerelés, az a pályázatban az Európai Uniónak és Magyarországnak a széndioxid megtakarítást jelent. Ugye mindenki tudja, ti is gyerekek biztos, hogy az üvegházhatású gázoknak a kibocsátását mindenképpen csökkenteni kell ahhoz, hogy ezt az életet, ezt az életkörülményeket tudjuk a Földünkön tartani, és ehhez járul hozzá egy nagyon jelentős szerettel ez a pályázati program, és ehhez járul egy kicsivel hozzá most Tarján, ami az én számomra nagyon fontos. Még egy dolgot szeretnék kiemelni. A polgármester úr elmondta, hogy ebből a 118,2 millióból összesen 6 millió forint volt, amit arra költöttünk, hogy tanulmányok legyenek, tervezés, műszaki ellenőrzés, propaganda, ilyesmi. Ez az előző Európai Uniós ciklusban biztos, hogy lett volna 30 millió forint.
Tehát azért tud most az ország sokkal többet elkölteni ezekre a állatokra, mert ezeket a költségeket, amik nem tartoznak úgy a beruházáshoz, hogy valamilyen megvalósításkori program legyen, azoknak nagyon jelentősen lecsökkentette, és így több juttal járnak. Azt is el kell mondani, hogy nem mindenhol vagyunk ilyen boldogok, amikor arról beszélünk, hogy önerőt kell hozzátenni egy pályázathoz. Ezt egyébként nem szabad önerőnek írni, mert azt az EU nem engedi. Ezt úgy hívják, hogy a pályázatban el nem számolható költség. Ugye régen ezt önerőnek hívták, ma így hívják. Most azért a tarjániaknak a jó gazdálkodását mutatja, hogy ők nem feltétlenül kell szaladgálni a kormányhoz és két évet várni, vagy egy évet várni arra, hogy plusz források jöjjenek, hanem Tarján ez képes volt ezt a pályázatban el nem számolható költséget hozzátenni. Azt hiszem, hogy az elmúlt két ciklusának nagyban köszönhető, hogy Tarján ilyen gazdasági állapotba jutott. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy itt lehetek, gratulálok mindenkinek, aki ebben részt vett. Pedagógusoknak, diákoknak tényleg, hogy kibírták a megyeházát, és most újítják föl, hát borzasztó. Úgyhogy el tudom képzelni, és szolidáris vagyok mindenkivel. Tanulni meg így és úgy is kell, de az olyan, mint az energia megtakarítás, hogy megtérül a későbbiekben, mind nektek saját magatoknak, mint pedig az egész országnak és az egész világnak egyaránt. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm. Vagy de minden elhangzott. Tehát polgármester úr, ahogy beszámolt a részletekről, látottátok, hogy ez egy bonyolult a világ, hogy összeáll egy ilyen iskola felújítás. Én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogyha Tarján nézzük, egy szisztematikus építkezés zajlik, és ezt évről évre szerencsére nyomon tudom követni, támogatni tudom. Tehát itt egy egészségház, idősekről való gondoskodás, iskola felújítás, utak rendbetétele, óvoda, kerékpárút építés. Tehát tudom sorolni, hogy mindig történik valami, és mindig valami jó dolog történik. És itt ezeken a pályázatokon belül az volt egy nagyon fontos fejlemény valóban, hogy próbáltuk úgy összeállítani, hogy az önkormányzatok jelentették be az igényeket, és úgy kerültek kiírásra a pályázatok, tehát ott iskola került az első, és ugye a második, ami ebbe a pályázati formába jön ki. És amellett, hogy ez egy sikeres uniós forrás leírási dolog, tehát gyakorlatilag a kormány önmagában nem tud sikeres lenni. Kellenek olyan önkormányzatok, akik megfogalmazzák a célokat, kellenek a jó célok, hogy tényleg oda kerüljön, ahol a fiataloknak, ahol a jövő van, hogy a pedagógusoknak jobbak legyenek a munkafeltételei, vagy az egészségügyben dolgozóknak jobbak legyenek a munkafeltételei. És emellett, amikor meg probléma van, akkor legyen egy önkormányzati erő, ami meg tud jelenni, és ha kell, akkor az állam is, akár a tankerületen keresztül be tudjon segíteni, hogy egy egész legyen, ami a végén elkészül, és ne ilyen torzók maradjanak mellette, mert az úgy mindig lerontja az összhatást. És én elsősorban azt emelem ki, hogy nagyon harmonikus az együttműködés. Tehát itt a szereplők, akik vannak, azok tudnak együtt dolgozni, akarnak együtt dolgozni. Itt a tankerületek kialakításánál volt egy ilyen polémia, hogy akkor mi lesz az önkormányzatokkal. Hát látszik, az önkormányzatok továbbra is gazdák. Tehát én úgy érzem, hogy Tarján Működség önkormányzat erről a épületről, erről az intézmény ugyanúgy gondoskodik, mint amikor fenntartóként volt kénytelen cipelni, akár túlzott teherként a vállán. Most látom, hogy most is ugyanúgy ott teszik magukat, eljutnak a szükséges forintok ahhoz, hogy megvalósulnak a felújítások. És hát a másik része, hogy egy svárt településről beszélünk, itt a spórolás, hogy szerintem mondom, nevezhetjük nevén a dolgot, ez egy nagyon fontos szempont, és akkor ez is meg tud valósulni, ez szerintem nevel vagy a vonató tényező. És biztatok mindenkit, hogy ápolják ezeket a nemzetiségi hagyományokat. 2006 és 2010 között én is volt a megyei önkormányzati elnök, és talán akkor alakult ki a legjobb kapcsolat itt a településen. Tehát gyakorlatilag az összes ilyen külföldi partner kapcsolatunk itt Tarján tekinti fővárosnak a megyeszék megyén belül. Mert itt jönnek legjobban a hagyományok, és itt jönnek legjobban ez a történet. Én azt kívánom magunknak, polgármester úrral együtt, hogy még sok-sok évig tudjunk együtt dolgozni ennek a településnek a felvirágoztatásán, és legyen példa a többiek előtt, hogy ezt így kell csinálni, és mutassuk el. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Bizony,
gyümölcs az együttműködésünk, ez sok-sok éven keresztül, és tudunk sokat tenni azért, hogy a település fejlődjön. Arra nem tértem ki egyébként, hogy polgármester nagyon sikeres egyébként, ha például a belügyminisztériumi források leírásában és egyéb kisebb pályázatok, amik egy-egy utcának, járdának a megújítását szolgálják, hogy ott egyébként egy kaptól készül ide. Most éppen egy külterületi utas pályázatról kaptuk meg a támogatói határozatot, ami 35 millió fontos támogatás, ez egy külterületi út, ez a Fekete-Köri út, mindenki így ismeri, meg egy a gépnek a beszerzése, egy magyarul egy traktornak a beszerzése, és melletti 15 milliós BMS pályázat járdaépítésre, ami támogatást kaptunk, meg az Gyuri említette a topos pályázatot, ugye egy 100 millió forintos vízrendezéses pályázat, ami 50 millió forint volt a támogatás, 50 millió önerőt kell hozzátennünk, de az a jó hír, hogy megvan az 50 millió forint önerőnk hozzá, tehát hozzá tudjuk tenni, úgyhogy megint közösen meg valami nagyobbat tudunk alkotni, meg fogunk tudni majd átadni. Az a vízrendezéses dolog az egy kicsit hosszabb lesz, mert azért a vízjogi meg egyéb engedélyek kellenek. Próbáljuk azért az idén azt is megoldani, itt a Szent László papoknak a jobb oldali ága az lesz kiburkolva medelemmel, meg kővel, meg egyébekkel. Hát itt a 30 éves tapasztalat, ugye hallottuk, hogy a polgármester úr már az első építkezést, és akkor a másik szárnál, ez nem hátrány, úgyhogy gyerekek meg valahogy úgy kell csinálni, hogy úgy működjön a dolgokat nektek is. Köszönöm szépen. És köszönjük szépen. Van valamilyen kérdés? Akár a sajtó részéről, akár pedagógus gyerekek részéről. Nyugodtan kérdeztetek. Nem vagyok elég lehetséges, hogy fogadtál el. Lesz még itt a napfolyam. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Pilátus igazságtalanul ítélt az emberektől való félelméből. Jézus hallgat, elfogadja az ítéletet, szíve legmélyén érinti, de belenyugszik. Az üdvözítő önként nyúl keresztje után. Tudja, hogy ezzel a nehéz kereszttel szabadít meg téged. Ezért olyan határozott, ezért szorítja magához olyan erősen. A teher nehéz, az üdvözítő lassan kimerül. Az út kövére rogy, s a kereszt megüti őt. Új erőt gyűjt mégis, és talpra áll. Rád gondol, és bűneidre, amelyekért vezekelni akar. Mária követte az üdvözítőt. Most hirtelen megpillantják egymás arcát. Mária a szíve mélyéig együtt szenved fiával a keresztúton. Szenvedéseit egyesítette Jézuséval. Az üdvözítő oly gyenge, hogy a zsidók attól félnek, már a Kálváriához vezető úton meg fog halni. Ezért kényszerítik az éppen arra haladó Simont, fogja és vigye egy darabon Krisztus Urunk keresztjét. Veronika csekély szolgálatot tett az üdvözítő szenvedésének enyhítésére. Ezért örökbe kapta kendőjén az Úr arcának képmását.
A kereszt mindig nehezebb lesz, az üdvözítő egyre fáradtabb és gyöngébb. Már alig botorkál, újra földre zuhan. A megmaradt erejéből kell ismét talpra állnia, a szölgák ütéseitől, gyalászkodásaitól kísérve. Az asszonyokat megrendíti a szenvedő Jézus látása, pedig jobban tennék, ha hívő lélekkel követnék őt. Erre már nem tudják rászánni magukat. Az emelkedő mindig meredekebb. Elérkezett az utolsó útszakasz. Az üdvözítő szem előtt feltűnik a hely, ahol hamarosan keresztre fogják feszíteni. Ekkor merül ki, és rogy össze harmadszor is. Megkezdődnek az előkészületek Jézus keresztre feszítéséhez. Sebekkel borított lázas testéről lerángatják ruháit. Most a legszörnyűbb következik számára, a hóhérok keresztre szegezik testét. Krisztus kínjai kimondhatatlanok. Az Úr most hozza legvégső áldozatát, amely minden eddigit felülmúl és betedőz, engedelmes a kereszt halálig, három kínokkal teli órát viaskodik a halállal, és ekkor kiadja lelkét. Mária szíve mélyéig átérezte az Úr szenvedését. Most legelső gondja, hogy fia számára méltó nyug helyet keressen. Csak néhány hűséges viszi az Úr testét a sírhoz. Csend van, a szájak hallgatnak. Szomorú ez a menet, de a béke lebeg felettük. Az áldozat befejeződött, nem sokára itt a húsvét. Urunk Jézus Krisztus vétkeinkért halált szenvedett, és megigazulásunkért feltámadott. Kedves testvéreim, ezen az éjszakán, amirunk Jézus Krisztus a halálból életre támadott. Az egyház meghívja az egész világos szertéltől élő gyermekeit, hogy virasszanak és imádkozzanak. Ha így emlékezünk Urunk húsvétjára, vagyis ha igéjét hallgatjuk, halálát és feltámadását megünnepeljük, akkor remélhetjük, hogy a halálon való győzelmének is részesei leszünk, és vele együtt élünk Istenben. Krisztus világosságot, Istennek legyen hála. Ábrahám, itt vagyok veletek. Akkor ezt mondta neki, vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz a zsákot, menj Mori a földjére, és ott mutasd be égő áldozatot azon a helyen, amelyet most mutatok neked. Amikor megérkeztek a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát, kinyújtotta kezét, vette a kést, hogy feláldozza a fiát. Az Úr angyala rászólt az égből, és azt mondta, Ábrahám, Ábrahám, itt vagyok, felette. Az angyal folytatta, ne nyújts ki kezedet a fiú felé, és ne állts neki. Most már tudom, hogy féled az Isten, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőle. Amikor Ábrahám felemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva benne a hóbogban. Ábrahám oda ment, megfogta a kost, és felállította égő áldozatot fia helyére. Azután az Úr angyala az égből másodszor is szólt Ábrahámhoz, és mondta, magamra esküszöm, ez az Úr szava, hogy mivel ezt tetted, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem, gazdagon megálltad utódaid, még sokasított, mint az ég csillagai, és mint a tengerpart rövei. Utódaid elfoglalják, mint az ellenség kapják, utódaid átadják áldást, hogy minden népet,
Isten, hallgattál szavamra, ez az Isten igéje. Másik felét nem kapja meg.
Keresség egy fogadalmunk megújítása. Legyen megújítása úgy, hogy a gyermekeinknek legyen egy fogalma arról, pedig templomba járó szülők vannak közöttük, akik megkérdeztek. Legyen fogalma arról a gyermekünknek, hogy most mit ünnepünk. A húsvét ne csak húsvét hétfőből álljon, amely a pokány szokásból maradt meg, hanem a húsvét Krisztus feltámadásának az ünnepe legyen. És a pokány szokás csak hozzá van csatolva, mint húsvét hétfő, és ne a vacsorkodás jusson eszükbe gyermekeinknek, amikor húsvétről beszélünk. A húsvét az egyháznak diadala, föltámad Krisztust ünnepeljük, mert ha mi nem hiszünk azt, hogy Krisztus feltámad, akkor az egész vallásosságunk, a papok ige hirdetése, tanúságtétele semmit sem ér. Ezt az ünnepet meg kell ünnepelnünk, ezt az ünnepet gyermekünkre bele kell csöpögtetni, hogy ők is tudják, mit jelent a föltámadás. Hiszen hogyha a gyermekek nem tudják a föltámadásnak a lényegét, hogyha meghalunk, Istenhez megyünk és felhagyunk, akkor hogyan gondolunk majd arra idősek, a szülők és az idős testvérek, hogy ezek a gyermekek hajtanak, vagy az egyház imádkozó valótéért, hogy mindegyikünk bejusson a külön dicsőségbe, hogy amit is gyarlott lelkünket az Isten magához fogadja, mert a gyermekeink buszból imádkoznak Jézus. Ha mi nem imádkoztatjuk gyermekeinket, a mi gyermekeinkben nincs meg az a tudat, hogy feltámadunk, és van örök élet, van túlvilág, akkor nem várhatjuk azt, hogy gyermekeink imádkoznak majd értünk. Meg is beszélve arról, hogy üreg napjainkban segítsenek bennünk. Ifjúságunkat védelmezzük, vezessük, tanítsuk arra, ami szent és örök. Amen. Adunk, hogy fiadának szállj le a vízbe a Szentlélek ereje, hogy mindazok, akik Krisztus halálára keletkeznek, a keressék vizébe, életre is keljenek ő vele, Krisztus, ami úrunk által.
boldog, akiket meghívhatsz rá az Jézus, az Isten bárányát. Uram!
Most pedig tekintsük meg a református felekezet Isten tiszteletét. Thank you.
Timóteus könyvben leírják, hogy még akik legközelebb állottak Jézushoz, a tanítványok, a hozzá tartozók is, alig akarták őt felismerni feltámadása után. Ott állott közvetlenül Mária Magdaléna előtt a kertben, és először ő sem ismerte meg a feltámadó Jézus. Az Emmausi úton együtt ment két tanítványával, és azok mégis úgy beszélgettek vele, mint valaki idegennel. Jézus a húsvét első érdökeivel, az asszonyokkal üzente tanítványainak, hogy menjenek előre Galileába, és ott találkozni fog vele. A tanítványok nem is mentek a megadott helyre, és vártak. Egyiknak a másik után, de Jézus nem jött utána. És a tanítványok egyre csüggettebbek, szomorúbbak lettek. A többiek is elmentek vele. Mert már számukra minden mindegy. Úgy látszik, hogy az ő uruk elfeledkezett róla. De a halászatnak nem volt eredménye. Egész éjszaka nem fogta semmit. És mikor hajnalban már kifelé jöttek, a partról valaki oda kiáltott neki. Van még valami ennivalótól. De hogy van, nincs neki se ennivalójuk, se mesterük, se reménységük, csak csalódásuk és szomorúságuk van. A Püspök úr nem az elmúlt évtizedekben átélt szenvedésekről beszél. Nem is említette a maga életének káváriáját. Pedig hányszor volt örökönyékei alatt halálos veszedelemben. Hanem arról tett bizonyságot, hogy a feltámadott Jézus él és munkálkodik az erdélyi református gyülekezetekben. Több mint 130 gyülekezetben nincs lelki pásztor. De ez rövid időn belül megszűnik, mert nem sokára annyi ifjú lelkész fog szolgálatba lépni, amennyire éppen szükség van. Az elmúlt évtizedekben nem adtak engedélyt templom építésre, de az utóbbi 3 évben 26 református templom épült, vagy van épülő. Meghatódva hallgattuk, hogy egy kicsi Kolozsvár melletti szolvány gyülekezet is saját templomát akarja felépíteni. Sehonnan senkitől nem kértek segítséget, mert azt mondották, ha nálunk minden család felépítette a maga házát, akkor mi együtt a 15 család is felújtjuk és fel fogjuk építeni az Isten házát. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek, bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megállt a mi Urunk Isten ingyen kegyelméből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Akik részesülni óhajtotok a szent vetésében, járuljatok ide alázatos szívvel és szép rendel. Úrvacsora vétel alatt énekeljük a 440.
Thank you.
Kedves nézőink! Itt vagyunk a Mátyás templommal szemben, a Budai Vár egyik gyönyörű kastélytermében, és itt találkoztunk Dinnyés Józseffel, aki a 60-70-es évek nagy énekese volt, zeneszerzője, akit szeretnék a későbbiek folyamán bemutatni önöknek. Volt egy világ, és gondoltam, hogy mindenkinek jár. Ami utána van, ami mindig ugyanaz, az nem, az, nem más az a szó, mint az, hogy mindenkinek. Tehát ha azt mondom, hogy egy nagy burugás mindenkinek, azt úgysem fogom mondani, mert ilyen. Megnézzük. Aztán jön egy refrén, ami így szól, hogy tiszta forrás szép szó, ez legyen a jelszó, és legyél a barátom. Első szakasz. Boldogságot mindenkinek. Senkinek. Boldogságot mindenkinek. A jó, a Kádár tanítvány boldogat. Igen. Kádár Jánosan ez volt a hibat. Nem, hát így hordjuk a génjeinkben, ilyesmi. Boldogságot mindenkinek, barátságot mindenkinek, becsületet mindenkinek, tiszta forrás szép szó. Ez legyen a jelszó? Ez legyen a jelszó. Ez legyen a barátom. És legyél a barátom. Tiszteletet mindenkinek, tisztaságot mindenkinek, tisztességet mindenkinek. Most az, hogy tiszta forrás szép szó. Ez legyen elszó, ez legyen a jelszó. Legyél a barátom, és legyél a barátom. Igazságot mindenkinek, irodalmat mindenkinek, ítéletet mindenkinek, tiszta forrás szép szó. Ez legyen a jelszó, ez legyen a jelszó. Legyél a barátom, és legyél a barátnőm. Szerelmet mindenkinek, szép beszédet mindenkinek, szabadságot mindenkinek, a forrás szép szó, ez legyen a jelszó, és legyél a barátom. Na most figyeljetek csak! Klare quelle freunde, das sei die parole, und du sei unser Freund. Na, megpróbáljuk! Klare quelle freunde, klare quelle freunde, das sei die parole, das sei die parole, und du sei unser Freund, und du sei unser Freund. Most már tudjuk majd, nem? Akkor még egyszer. Klare quelle freunde, das sei die parole, und du. Magyarul és németül egyszer, egyszer és kész a dal. Tiszta forrás szép szó, ez legyen a jelszó, ez legyen a jelszó, és legyél a barátom, és legyél a barátom. Klare quelle freunde, das sei die parole, das sei die parole, und du sei unser Freund. Éjjel. Köszönjük szépen! Szívesen másképp, jó volt? Na, egy rendes magyar ilyeneket. Hadd kérjek valamit, a Tarjáni falu tévének, ez egy kis falu, nem messze Tatabányától. Mit üzennél te innen Budapestről? Először is az, hogy amit Széchenyi István üzent 1841-ben, ne pártoskodjatok, idézve Pál apostolt. Azért ne pártoskodjatok, mert a pártrendszer tette tönkre Európát. Nem csak Magyarországot, most az utóbbi három évben, egész Európát. Mindig választatok olyan önkormányzati képviselőt, aki benneteket képvisel, és nem pártokat. Pártokat lehet alakítani, de csak akkor, ha azzal a pártnak a munkájával a szarra, a húgyra, a romlottságra és bármi másra figyelmeztetik a falut. Ha boldogság van, minek a párt? Na.
Köszönjük szépen az interneket! Ez az egyik. A másik az, hogy mivel 25 éve járom az országot, szinte minden területet ismerek. Tarjában is voltam, én azt a vidéket is bejártam, hiszen országos barátaim vannak azon a környéken. De amikor egyszer egy nagyképű újságíró mondta, hogy eljönne nemzetiségi problémával foglalkozó riportanyagához alanyokat keresni, és mondom, hát én hova vigyelek el? Például Tarjánban a cigányokkal annyi gond van. Tarjánban? Igen? Jó. De egyes mű úton vette észre, hogy a nagyképűségének ára van. Mondta, viszlek én téged Tarjánba. Hát de hát Nemes erre van Tarján. Dehogy ne, nem sokára ki lesz írva jobbra Tarján. Szóval, de hát és Salgó Tarjánra gondolt. Egy újságíró fogalmazzon pontosan. Így van. Úgyhogy ennyit el. Megkérhetünk még egy nótára? Not meg. Ha van rá lehetőség. Egy szép dal. Aztán ezt ott egész Tarjánba fogják hallani. Igen, igen. Segítség! Radnóti Miklós és Hell István egy-egy verseny. A hangra forgó zeng a fű között, s hördül liheg akár egy üldözött, de üldözők helyett a lányok kerítik, mint tüzes virágok. Egy lányka térdre hullemezt cserél, a háta barna, lába még fehér, s a rossz zenén kis lelke fellebeg, s oly szürke, mint ott fönn a fellegek. Fiúk gugolnak és parázslanak, az ajkukon ügyetlen szép szavak, duzzasztja testük sok kicsiny siker, s nyugodtan ölnek majd, ha ölni kell. Lehetnének talán még emberek, hisz megvan bennük is csak szendereg, az emberséghez méltó értelem, mondjátok hát, hogy nem reménytelen. Lehetnének talán még emberek, hisz megvan bennük is csak szendereg, az emberséghez méltó értelem, mondjátok hát, hogy nem reménytelen. Elkártyáztam a gyenge szívem, suhogasd le a szoknyád hajnal, pálinkát lehelek rád szelíden, meghágylak nehezen halkan. Jöjj Oroszország, vodka virág, nevetés néke a véred, pince fehérek a volgai fák, tejszíni szűz ez az ének. Lebukik fejem, és úgy zokogok, halóványul bennem a bánat. Veretik körülöttem az ősi dob, szaladok hajnal utánad. Ez a csontpufogás, ez a hantirege, hitemet hirdeti híven, Kataton bálvány légy fekete, hiszen elkártyáztam a szívem. Hey! Thank you.
március 25-én délután 17:30 a tatabányai fúvósötös Bánfi Csaba zenetanár kezdeményezésére bemutatót tartott a zeneiskola növendékei részére.